A 12 dühös ember kuldarab a 21. század jelző szerkezetében. Egy történet, ami több mint egy tárgyalás, több mint érvrendszerek ütközése, ahol a határozott elutasításba beszivárog a bizonytalanság, majd eljutunk az elfogadáshoz. Rendhagyó épülések és leépülések, visszolygás, kételyek és magamutogatósdi, ami az előítéletek lebontását célozza, miközben egy szobában 12 esküt vitatkozik, 12 névtelen ember, egy személytelen hatalom, amely képes életről és halálról dönteni. Én azt keresem most elsősorban, hogy mi ez a tömegpszichózis, hogy hathatunk egymásra, hogy egyszer csak megdönthetetlenül érveket állítunk valami mellett, és aztán saját magunk mindenféle megalkuvások folytán lebontjuk azokat. Na, itt jön aztán be, hogy just liberation, csak felszabadítani. Ez egy furcsa dolog. Ez egy nagyon furcsa dolog, mert kinek mit jelent a szabadság. A diszterem különleges tér, amely lehetőséget ad a közelség megélésére szereplőnek és közönségnek egyaránt, ahol minden pillanatban körbevesz bennünket a feszültség, kiaknázva az egyébként is bensőséges tér nyújtotta lehetőségeket. Amit ez a tér ad, azt megpróbáljuk kihasználni teljes mértékben, hogy mennyire vagyunk ebben a kérdésben tehetségesek, hát ez egy másik ügy. Hogy azt látom, hogy kezd belekerülni, ahogy szoktuk mondani, apai anyai. Tehát most már azért sózzák, borsózzák, most már azért látom a tekinteteken, hogy valami olyan fura bizalom költözött be, amit ritkán tapasztal az ember, még, hogy mondjam, ilyen békebeli időszakokban is. És ez nekem nagyon komoly spiritust ad, hogy visszataláltunk egymáshoz. Cserhalmi György megerősítette azzal, hogy a város átadta szakrális terét, az számukra azt jelenti, hogy egy szakrális térben fognak dolgozni. És mivel minden kulturális esemény szakrális esemény is egyúttal, ez nem ideológiai befolyásoltságot jelent, sokkal inkább kihívást és megerősítést rejt magában.